Mindig azt éreztem, amikor Juhász Ferencet olvastam, hogy ez egy külön bolygó. Apám olvasta fel, szerintem a Népszabadságból. Van egy ilyen emlékem. Rögtön, ahogy Budapestre kerültem, és antikváriumokba kezdtem járni, hát ez a 90-es évek eleje volt, rögtön elmentem és Juhász Ferencet vásároltam. Üdvözlégy múltam szenteste, üdvözlégy csillagos este, üdvözlégy te fedhetetlen, üdvözlégy legyőzhetetlen, élet és erény leánya, üdvözlégy anyám Borbára. Azt hiszem, hogy ő szavakba tudta önteni ezt a szavakon túliságot. A mosolygó arcára és bajuszára mindjárt visszagondolunk egy picit, hogy csak a derű, szinte a derű árad a szeméből feltétlenül. Ő egy egész külön jelenség, óriási személyiség. Megtehette a magyar irodalom, hogy ilyen kiemelkedő, luxus embere legyen. Miféle gond, miféle öröm, miféle szorgalom, miféle bánat hajlít a papír fölé hónapok óta görnyedni. Az emberről szerettem volna beszélni, arról az emberről, amely ember voltával él ebben az új történelemben, és meri ember voltát használni az életben, a szerelemben, a munkában, a örömben, a mámorban, a szeszben, a tréfában, a szeretkezésben és mindenben. Úgy volt nagy ember, hogy ennek nem került rád a terhe ennek. Tehát nem rajtad taposva volt nagy ember. Édes fiát az anyja hívta. Messziről kiáltott. Gyere vissza, édes fiam, gyere vissza. Là les feuilles sont de silence. Et les arbres du silence, ils sont fiers et grands. A smaragd dög legyek fején, mézzel 3000 golyós pajzs egészen. Még maradok, még nem megyek idő. Lángult a ház, lángult a ház. Élni érdemes, dolgozni érdemes, és hogy folytatni érdemes az életünket egész a természetes halálig.